Üdvözlök mindenkit, Beleznai Péter vagyok, a Pannon Egyetem színeiben. És két témám lesz a mai napon, ahogy a címből is láthatjuk, hálózatüzemeltetés és biztonság. A hálózatüzemeltetésre láttunk egy-két példát az előző előadásokban, például gondoljunk arra, hogy a bejelentkezési azonosítást egy Free Radius végezte az egyik iskolában, és milyen ötletesen. De igazából én azt látom, vagy azt figyeltem meg, hogy ezeket az a kis okos eszközöket mindenki otthoni használatra, a média lejátszónak, vagy okos vezérlőnek, vagy bárminek, de nem tudtam, hogy tudjuk ezt használni más környezetben is. Például nálam, hát én nem vagyok ilyen elektronikai szaki, nálam informatikai kütyük vannak a lakásomban, hanem egy alközpont, egy IP alközpont működik. Nem veszi fel senki se ezt a telefont majd. Hogyha a teljes szobában akar beszélni, akkor nyomja meg az egyik gombot. De hogyha a nappaliban akar beszélni, akkor nyomja meg a kettes gombot. Ez a call center, lekicsített mása. Most tudtam meg a szünet előtt, hogy még nincsenek otthon a gyerekeim, tehát nem tudja felvenni ez a édes hang a most már egy-két éve idősebb módon ezt a telefont. De nagymamát, a unokákkal összeköti egy IP-telefon, amit mellestek távolról a vezetékes világban is, tehát a hagyományos telefonai világában is meg lehet közelíteni. Ezt egy Raspberry Pi 2-es eszköz végzi, egy ingyenesen működő Asterix PBX változattal, és élvezzük a telefonálás adta lehetőségeket, és tanuljuk a számokat, meg a nyomógomboknak a használatát. De én, mint informatikus, azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy hát ezek a kütyük másra is valók talán. Talán lehet elképzelni azt is, hogy az én szakmámban, az informatikában is hálózatüzemeltetés, routerek, switchek világa, ezek a szakkifejezések is elhangzottak. És nekem, amikor ilyen eszközökkel van dolgom, nekem oda kell mennem néha távolból, néha elérem, néha nem. Néha oda kell mennem, és be kell dugnom egy kütyübe egy ilyen plusz számítógépet, egy plusz laptopot, meg kell kérnem valakit, hogy legyen szíves, dugjon be egy laptopot ebbe a switchbe, mert valamit nekem lehet, hogy monitorozzom kell, lehet, hogy valamit nekem figyelnem kell. És akkor ez néha nem nehezen megvalósítható, mert akkor egy embert kell oda allokálni, időt kell, egy szabad számítógépet, lehet, hogy a switchben nincs egy szabad interfész. És én azt gondoltam, hogy mi lenne, ha ezeket az eszközöket fel tudnánk okosítani valami olyasmi funkcióval, hogy ő az, aki monitorozza a forgalmat, ő az, aki megnézze ezt a hálózati viselkedést, hogy működik-e vagy nem. És a csomaganalizálás lehet, hogy az informatikai tanároknak ez mond valamit, de amikor a vezetéken folyó bitekről akarok valamit megállapítani, a bajtok, bitek, IP fejlécekre kell nekem valamit mondanom, azt csak is úgy tudom megnézni, hogy egy ilyen csomagon ezzel a szoftverrel átfolyatom egy eszközön a csomagokat, és azon látom, hogy most működik, nem működik. Amit látható, az én számítógépem, lesz majd itt egy-két virtuális gép is előbb-utóbb az előadáson, az egy fizikai számítógép jelen pillanatban, és a fizikai switch között igazából ő az összekötő elem, és mégis azt látjuk, hogy át tudom folyatni ezeket az eszközöket. Tehát be tudok lépni ebbe a switchbe, és elérem a felületét, most éppen nem tudok bejelentkezni, mert éppen nem tudom, hogy elszólod, teljesen mindegy. Tehát összekötetésbe állok a számítógép és a switch között ezzel az eszközzel, és ezen átmegy minden forgalom. Ha átmegy ezen minden forgalom, akkor tudom analizálni is, esetleg lehallgatni is majd, ez egy későbbi téma lesz. És ez egy intelligens eszköz, mert tudjuk, hogy hallottuk sokszor, hogy ilyen Debian alapú Raspbian nevezeti operációs rendszert föl lehet tenni. Hát ha föl lehet tenni ide egy Linuxot, akkor ebben a Linuxba be is lehet jelentkezni. És itt van az én kis Linuxom, itt ilyen sárkány logó van a szép Málna PC helyett, vagy a Málna logója helyett. Ez nem én választottam ezt a képernyőt, ez a Linuxomnak a hivatalos oprendszernek a hivatalos logója. Aki esetleg ismeri ezt a logót, az
tudja, hogy mire való. Két alkalmazást szeretnék elindítani hirtelenjében, aztán majd el is mondom, hogy mik ezek. MSF konzol. Ez ilyen 10 perc alatt fog elindulni, tehát bízom benne, hogy... És egy másik alkalmazás egy másik ablakban... Sőt, lehet, hogy három ablakot is fogok nyitni hirtelenjében. Ezek kis idő, amíg dolgoznak valamit, tehát én majd visszakapcsolom a képernyőt, hogy mi történik itt. Oké. Okay. Jó. Tehát működik nekem ez a Linuxom, itt van, és azt akartam megmutatni még pluszba, hogy ilyen csomaganalizálásos dolgokat tudok végezni vele. Ez egy ingyenesen használható szoftver, Windowsban is van ilyen változata, és látom a csomagokat, a biteket, amit folynak éppen a kábelen, az eszközbe, és tudom analizálni őket. Ez a gondolat adta az, hogy hát akkor ha ezt tudja a kis Linuxunk, a kis Raspberry Pi-unk, akkor mi van, ha más funkciókat is elkezdenénk ezzel vizsgálni? És akkor jött egy nagyon sok számos ötlet, hogy mit tudunk még ezzel hálózatüzemeltetés gyanánt felhasználni. Például mindenféle okos eszközökkel, alkalmazásokkal meg tudjuk nézni, milyen hálózati forgalmunk van. Ez néha szokott információ lenni egy üzemeltetésnél, hogy ki az, aki Facebookol, ki az, aki hasznos dolgokra fordítja az idejét. De az is lehet, hogy egyéb ilyen teszteléseket, ilyen ping teszteket, vagy egyéb teszteket tudunk végezni. Tehát minden, ami egy Linuxba be van építve, azt tudjuk csinálni. Vagy ennél többet is tudunk, nem csak a saját forgalmunkat tudjuk megnézni, hanem ha minden egyes gép az ő kis analitikáját, az ő kis forgalmi statisztikáját elküldi az én kis eszközömnek, akkor ő ezt összegzi, és szép grafikonokat tudja ezeket megjeleníteni, hogy éppen milyen a forgalmi statisztikám az adott hálózaton, tehát itt most nem csak egy gépről van szó. De láthattunk olyan funkciókat is, hogy felhasználói hitelesítés, az előbbi iskola esettanulmányában ez működik, vagy ide VPN-en be lehet hívni, egy ilyen biztonságos behívás az interneten keresztül, vagy riportok készítése, vagy bármi. Tehát működik ez a hálózati analizálási funkció. Én hálózati analizálást, meg hálózati témát oktatok lassan már tizenvalahány éve, és azt figyeltem meg, hogy néha az oktatásokat egy fel kell dobni, mert amúgy száraz anyag, az informatika az nem mindenkinek a szíve csücske, ahogy hallottam. Tehát néha feldobtam ilyen kis ilyen hacker támadásokkal, ilyen, hogyan kell jelszót feltörni meg minden, és ez jó 10 év ezelőtt így ezt elkezdtem így színesíteni az előadásaimat. Ez odaig fajult, hogy elkezdtem jobban foglalkozni a témával, és idén már etikus hacker tanfolyamokat tartok, amiknek a tudásának a nagy többsége ez az eszközön is elfut. Amit látunk, az a Kali Linux, az a Linux disztribúció, ami kifejezetten a hackerésre szól. Persze az, hogy hogyan használjuk fel ezt a Kali Linuxot, hogy védekezés vagy támadás, az mindenki, amelyik oldalon van, azt fogja eldönteni. Én a védekezés oldalon vagyok, tehát én a etikus oldalon vagyok. Valószínűleg nem tudnám meghackerni az OTP-t, nem tudnám meghackerni a BKK-t. Ugye volt egy ilyen mostanság, egy nevezetes esemény. Viszont tudom, hogy mikre kell odafigyelni, milyen védekezés kell, milyen típusú támadások vannak, és ezt tudom kvázi oktatni is. Ezen egy Kali Linux fut. Van kifejezetten olyan szoftverváltozat, a Kali Linux-nak letölthető ingyenesen, ami ilyenekre fölmegy. Teljesen egyszerű feltevés, fél óra alatt föl lehet tenni, tehát akkor le kell cserélni a Raspbian-t, vagy lehet egymás mellett futtatni a kettőt, hogy ez is meg az is megmaradjon. Igazából egy Linuxra, amit fölteszek, az fönt van, és tehát nem baj, hogy most nem Debian fut, nem Raspbian fut. Én is futathatnék ezen a Scratch-et, vagy bármi mást, csak éppen nem azok vannak alapba föltéve. Hanem alapban olyanok vannak föltéve, hogy jelszótámadások, vezeték nélküli hálózat meghekkelése, és csomó alkalmazás. Mondhatni, több száz hacker alkalmazás van föltéve. Megnézem, hogy hogy áll a éppen elindított. Két csodám. Igen, ez bejött. Jó. Nem akartam online ezzel az időt húzni, mert tényleg hosszú idő. Az első,
Bocsánat, nem is látom az ablakomat. És mi miatt nem látom? Tudom, mi miatt nem látom. Ezt le kell vennem. Oké? Tehát az első ablak, annyit csináltam, hogy kicsit néhány lépés kihagyva, van egy IP cím ebben a hálózatban, ami egy számítógép, igaz, hogy ez a számítógép nem látszódik, mert virtuálisan fut nálam. Van nekem egy idősecske, régi Windows 95-öm, bocs, XP-m, ami nem azt kell nézni, hogy XP, aki használja XP-t, meg nincs benne tűzfal, nincs benne vírusírtó, tehát igen, ez egy nagyon lecsupaszított gép, kvázi ez mindenki meg tudná támadni. De igazából itt, amit most támadni fogok, egy szoftverre, ami teljesen egy új Windows-on fut, vagy egy 100 évvel ezelőtti Windows-on fut, egy szoftver az lehet így is úgy is sérülékeny. Én egy szoftver fogok most támadni. Ezen a Windows XP-n fut egy SSH szerver, tehát elvileg be tudok lépni ebbe eszközbe távolról, egy ilyen SSH alkalmazás segítségével. És hát szeretnék valamit játszani is közben, mert az, a játék az mindig fontos. Jó, tehát mondjuk három ilyen kattintást beletettem. Azt valahogy megtudtam ennek az IP-nek, ennek a gépnek az IP címét. Az, hogy hogyan, az most lényegtelen nagyon könnyű megtudni, de kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez az a számítógép. Milyen típusú gép ez, milyen oprendszer fut rajta, vagy milyen alkalmazások futnak rajta. És erre elindítottam egy ilyen szkennelés, ilyen letapogatási módszert, ami ezen futott. Úgy hívják őket, hogy ezt az alkalmazást, hogy MMAP. Ami elmondta nekem, hogy hát ezen a gépen működik bizonyos alkalmazás, működnek ezek az általános kijelölt alkalmazások, működik egy SSH szerver, működik egy SIP szerver, működik egy nem tudom micsoda, egy-két ilyen Microsoftos tétel, tehát látom, hogy működik egy SSH szerver is, amit esetleg tudok támadni. Jó, tehát ha tudok ilyet támadni, akkor ez már nem is olyan fontos nekem. Ja, mellesleg még azt is látom, hogy ez egy Windows XP gép. Kinagyítom, vagy kijelölöm, tehát még azt is tudom, hogy egy Windows XP, már van egy kis sejtésem, hogy ha ez egy Windows XP, akkor tudok így és úgy támadni, amit mondjuk egy újabb Windows-al nem tudnék megtenni. Jó, tehát akkor van nekem egy másik alkalmazásom, ezt az alkalmazást úgy hívják, hogy Metasploit. A Metasploit mondjuk az a, hát nem azt mondom, hogy a jéghegy csúcsa, vagy a hackereknek a leginkább használt eszköze, mert ez korán sincs így. Ezt egy némi alátámasztásképpen, ha valaki begépeli a YouTube-ba, hogy Metasploit, 130 ezer találatot kap. Tehát valószínűleg, hogy nem az a titkos alkalmazás, amit csak a nagyon benfentesek tudnak használni. Hanem akár bárki. Aki egy kicsit már beleszagolt ebbe a szakmába, aki egy kicsit is foglalkozott ezzel a témával, az óhatatlanul bele fog futni, hogy van olyan, hogy Metasploit. A Metasploit egy keretrendszer, amiben több ezer támadás van belekódolva, és szinte minden automatikusan fut. Nekem nem kell tudni semmit. Én, mint hacker, most én vagyok a hacker, én vagyok a másik oldalon álló, nekem csak annyit kell tudnom, és akkor tessék megnézni, hogy mennyit kell tudni egy hackernek a mai világban, hogy valamit tudjon csinálni. Tehát én most behívok egy úgynevezett exploitot. Még egyszer mondom, ezen fut. Ezen. És begépelek bizonyos dolgokat. A bonyolult műveleteket. Megadom azt az IP címet, ami a távoli számítógép, set, airhost, talán ezt még fejből is tudtam, és azt mondom, hogy hát egy olyan támadást fogok indítani, amihez valamit tudnom kell egy felhasználó nevet. Az, hogy honnan tudom egy felhasználók a nevét, hát mindenkinek van e-mail címe, néha névjegyeken ott is van, hogy mi az e-mail cím, honlapokon megtalálsz az e-mail címet, de néha egy dokumentumban is benne van, hogy ki az, aki csinálta, és néha az a felhasználó név van ott, és nem a teljes neve, hanem csak az, hogy Gibbs Jakab mondjuk.
Tehát valahogy megtudtam, vagy találgatok. Mindig van olyan, hogy admin, meg info, meg bármi. Tehát találgatás névvel, username, beállítottam azt, hogy Gipsz Jakab. Maradjunk ennél a példánál, Jakab. Tehát két tételt állítottam be, és akkor azt mondom, hogy push. Valamit elfelejtettem, de nem baj. Amíg egy kicsit ez fut, ez egy-két perc lesz, tehát addig úgyis ki kell töltenem az időt. Addig egy videokamerát szeretnék csatlakoztatni az én Windows XP-mhez. Néha a technika megviccel, tehát nem mindig fog sikerülni, nem baj, mert két videokamerám is van, tehát majd az egyik majd úgyis fog működni. Úgyhogy. Valami pittyeget. Jó. Tehát, ha minden jól megy, bízom benne, itt két videokamerának is meg kéne jelennie, Logitech Connect. Oké, bízom benne, hogy ez most fog működni. Jó, közben itt a fuss után elindult egy támadás. Valamilyen tartalmat elkezd feltölteni, 100%-ig pillanatokon belül el fogunk jutni, lehet látni, hogy azért most itt egy kicsit lassú ez a 1 gigás jószág ehhez, de hát néha van időnk. Ez néha 5 percünk van, hogy megtámadjunk egy gépet, azt hiszem. És készen vagyok. Még ugyan még nem látszik, de ez a kis picike kis jószág behatolt egy távoli számítógépbe, tudom, Windows XP, meg stb., de most mondom, nem a Windows XP-t támadtam, hanem egy szoftvert. És sysinfo elmondja, hogy én egy Windows XP vagyok. Én beléptem most már a Windowsba. Benne vagyok, csak még nem nagyon látjuk. Például tudok olyat csinálni, hogy screenshot. Hát egy ilyen VP nevű fájlba lementette, itt kicsit megint akadozni fogok, de tehát a VP fájlban három, az aknakeresőben három lyukat tettem. Azt hiszem, aki emlékszik még, hogy ezt a kombinációt tettem vele, ugye ez így. Elhiszik, hogy valóban az a screenshotot kaptam el, amit a Windows XP-ből. Valamint, hát akkor nézzük más, hogy mit tud még. Webcam list. Azt mondja, hogy ehhez van két webcam is csatolva ez a számítógéphez. Hát akkor nézzük meg, hogy webcam Snap 2. Nem. Akkor az egyet. Na, mindig van valami hiba. Jó, ezt most kihagyom, de akkor csak annyi álljon itt, hogy mi van, ezt kiszedném. Lehet, hogy akkor összeütközött a kettő egymással, és akkor mégiscsak kiszedem ezt az elsőt. És webcam list. Most már csak egy van benne, mert ezt kiszedtem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, sokat segítettél. Hát, ha kaphatnék egy kis háttérvilágítást, akkor ez én lennék. Hogy csináljam, hogy mindenki lássa, de az én vagyok. Valamit szebben világítok majd. Köszönöm szépen. Akkor újból, jó? Egy újabb kör. Meg kell találnom az X-et. Igen, tehát akkor vissza. Hmm.
azt hiszem ebből indítottam, tehát nehogy az, hogy valaki most kattintottam és nem láttátok, ebből indult a támadás, és ebből indult a képlopás. Amit kb. Annyi történt, aki nem volt itt, csak én voltam itt, kivillant a videokamera ledje, és utána el is tűnt. Tehát kvázi távolból egy videokamerát bekapcsoltam, és elindítottam egy pillanatig. Ezt tudnám folyamatosan is, tehát van egy másik utasítás, amivel folyamatában veszem fel. Sajnos látszódik, tehát annyira nem tudnám lelopni, vagy nem tudnám lemodellezni azt, amitől félünk a mai világban, és azért húzzuk el videokamerának a kis ikonját, vagy azt a kis húzókáját, vagy ragasztja egy-két informatikus ilyen szikszallaggal, mert tényleg távolba ezek bekapcsolhatók, lelophatók a kép. Nagyon szép kép, akkor most inkább hagyjuk is. De ez csak egy játék volt igazából, hogy egy videokamerát bekapcsoltam, ami a nagyon komoly dolog, és aki ebben szakmában egy kicsit így tudja, hogy mit kell csinálni, az ez. Mondjam? Itt a Format C2-es pontot ki tudom adni, például. Meg ez a Windows File szerkezet, vagy File rendszer, a Windows Sys32. Tehát ebből a kis eszközből jött minden. A Metasploit nevű, nem is túl bonyolult alkalmazásban, igaz? Gépeltem 3-at vagy 4-et, és ott vagyok benne. Mondom, most egy lebutított Windows támadtam, de nem a Windows támadás volt igazából itt a lényeg, hanem az alkalmazás támadása. És mai világban én, mint aki informatikát tanítok, meg hálózatokat tanítok, van egy olyan, hogy a vezeték nélkül hálózatok mennyire biztonságosak, vagy nem biztonságosak, és általában a vezeték nélkül hálózatok arról szólnak, hogy a valamilyen kalóz access pointokat, az angol úgy mondja, hogy a rogue access pointokat, aki a Star Wars láttatta, vagy az a zsivány access pointokat, vagy másképpen kópi access pointokat kiszűrjük. Kik azok a kópi access pointok? Vagy zsivány access pointok. Hát azok, amiket mondjuk egy otthoni ember fogja magát, és beviszi a cégéhez az access pointot, és bedugja, és akkor lesz neki vezeték nélkül lefedettség. Én ezt tanítom. De igazából gondolkoztam, hogy ki az, aki mai világban az otthoni access pointját behozza a céghez, mert ott nincsen vezeték nélkül házat. Lehet, hogy egy-két ticskában még nincsen minden lefedettség, de azért ez nem annyira valószínű. Inkább sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valaki nem egy dolgozó viszi be ezt az access pointot, hanem valaki, aki támadni akar, viszi be az access pointot, mert ez egy access point is egyben. És mondjuk elteszi oda, ahova senki sem látja, mondjuk a hangfal mögébe teszi, mert ott éppen van konnektor, vagy ha éppen nincs konnektor, egy USB bankkal, egy power bankkal megcsinálja azt, hogy legyen tápja. És ha bent van az eszköz a belső épületen belül, és fölött tud csatlakozni az Ethernet csatlakozása, akkor, és egy Wi-Fi kapcsolat, meg kimegy a jel a 40 méter távolságból az épületen kívülre is, akkor kvázi beloptam egy eszközt, és meghackeltem a belső hálózatot. Tehát igazából a mai világ arról szól, hogy ezek ellen védekezzünk, mert ezekkel lehet támadni is. Vészesen közeleg az időm vége. Még hagy jöjjön még egy demo, ami, hát itt az volt az előadás címe, vagy a konferencia címe, hogy Raspberry meg Arduino. Nekem hétfőn jött meg az a postai küldemény, ami ezt a kis sticket hoztam. Ez a kis stick olyan, mintha találtam volna valahol az utcán, és érdeklődve bedugom ezt a hálózatba, hogy milyen csodát találtam, milyen újdonságot. Ezt majd később nyitom meg. Tehát bedugom, és várom, hogy valami fantasztikus képek, zenék, vagy nem tudom milyen titkokat kelljen megtapasztalni, hogy mit hagyott el valaki. Na, bejössz, nem jössz be? Nem úgy néz ki, mint aki be akarna jönni. Jó, akkor újból. Hallom, az USB-ből próbálkozik. Mindig van ilyen demo effekt. Jó, másik USB.
Tehát a sokadik próbálkozás után bedugtam, és azt tapasztalom, hogy valami alkalmazás elindult, és valami utasítás lefutott. Hála égnek ebben az alkalmazás az volt, hogy egy Notepad exit megnyitottam, és hála égnek az lett az utasítás, hogy egy kedves szöveg figyelmeztetett, hogy meg vagyok hackkelve. Ha itt a format C2-es pont és a CMD exit nyitottam volna meg ezekkel az USB kis kütyükével, akkor lett volna egy félig selejtes gépem, vagy legalábbis az adataimat biztos, hogy elvesztettem volna. Tehát nem véletlenül tiltja tűzzel, vízzel, vassal, mindennel a céges világ az, hogy USB-t nem dugunk be, mert ki tudja, hogy van egy vírus, vagy nem, de ki tudja, hogy ez a maga az USB nem egy támadó kütyüke, vagy egy csak adattároló. Ez a USB kütyüke valójában nem is egy USB kütyüke, ez egy Arduino. Pontosan egy Arduino kompatibilis eszköz, AT-Mega 32U4. Lehet, hogy valamit most eltévesztettem benne, hogy hova tettem az A32-t meg az U4-et. Amúgy az Arduino Leonardo is ezt használja, aminek az a specialitása, hogy ez tud joystickot is hozzáilleszteni a gépünkhöz. Hát ha már a joystick, akkor ez már valami olyasmi, mint egy billentyűzet. És ha ez egy billentyűzet, akkor igazából egy olyan billentyűzet, amiben be is van kódolva egy-két kód. Tehát amikor bedugom és felismeri, hogy ez egy billentyűzet, akkor ez a kód is lefut. Ez történik, és én ezt tudom programozni. Most igyekszem ezt meg is mutatni, és utána átadnám a szót a következő. Tehát most le fog futni megint a támadásom. Oké, de most nekem, akkor nyissuk meg ezt az IDE alkalmazást. Amiben, hát most csak egy alkalmazás fut, éppen ez. Itt van a szöveg, ami megjelenik, meg fölöttem az, hogy melyik alkalmazás a Notepad Excel fog elindítani. Itt aki kicsit közel van és látja, ez Z betű, ahelyett, hogy Y betű lenne, tehát itt a ZY-nál össze van bonyolítva. És azt mondom, hogy akkor most legyen az, hogy you are hacked in Blati. Csak ez Z-vel jelöltem, uploadolom. Nem biztos, hogy el fogja fogadni, mert éppen egy másik USB-be dugtam be, majd mindjárt megtalálja, hogy hova dugtam be. Elfogadta, jó, akkor ez intelligens. Jó, tehát most feltöltöttem az új kódot. Most átprogramoztam a támadást. És egy újabb módosított tartalom jelent meg, lehet, hogy ez már forma C, de még nem, még hála ennek még mindig nem. És hogy mennyire bonyolult egy ilyen támadást csinálni, ezt úgy hívják, hogy HEED támadás, és 2010 óta működik, tehát nem mostani, azt is belátom. És egy nagyon egyszerű scriptekkel kell megcsinálni. A HEED támadások nagyon sok helyen vannak ledokumentálva, tehát még én mondom, hétfőn kaptam meg ezt a kis kütyükét, azonnal elkezdtem tanulmányozni, találtam egy nagyon sok olyan oldalt, ami azzal foglalkozik, hogy hát kész, nem is kell nekem gondolkoznom, nem is kell nekem ezeket a kódokat tudnom, csak copy-paste betettem és működik. Például leszedi a Windows jelszavakat, például nyit egy FTP kapcsolatot valahova és felmásol bizonyos fájlokat, mondjuk ezt a jelszófájlt. Vagy lekérdezi, hogy milyen alkalmazásokat használ az bizonyos illető, tehát adatlopások. Vagy föltölt egy új képernyőképet, vagy teljesen mindent, tehát egy bármit, amit egy Windows shellből ki lehet adni, azt be lehet kódolni ebbe a kis kütyükébe. Sőt, még vannak olyan oldalak, ahol ezt intelligensen még össze is tudom válogatni, hogy mit szeretnék csinálni és milyen módon. Tehát be kell kattintanom, hogy én most lopni szeretnék, vagy feltölteni, vagy esetleg mind a kettőt, és a végén majd összeállítja a kódot. És itt van, hogy mennyi mindent kell csinálnom, tehát kattintanom kell. Tehát a mai világban védekezés kell, akár ilyen eszközök ellen, hisz ez is egy számítógép, és a számítógépet vagy védjük, vagy támadásra használjuk, de az a lényeg, hogy nem vagyunk annyira néha biztonságban. Köszönöm az előadási figyelmet. Kérdés van, nyugodtan.